Köszöntöm az esti mérleg nézőit, konferencia a népfőiskolai mozgalomról, közművelődés a Kárpát-medencében. Erről tartottak szerda délelőtt előadásokat Kápolnásnyéken, ahol szó volt többek között a népfőiskola múltjáról, jelenéről, de még a jövőjéről is, illetve arról, hogy hogyan működhet maga a népfőiskola a Velencei tó partján. Ezzel foglalkozunk a mai esti mérlegben, érdemes lesz ma is velünk tartaniuk. Intenzív munka kezdődött Kápolnásnyéken. Cél, hogy a Lezsák Sándor nevével fémjelzett népfőiskolai rendszer újabb jelentős és hiánypótló intézménnyel gazdagodjon a Velencei tó partján. Kárpát-medencei kitekintésű, tehát nem csak az anyaország jelenlegi négyzetkilométerében gondolkozik, hanem a teljes Kárpát-medencében, sőt akár a Szórványban is, és ez rendkívül fontos. Hogy mekkora igény van erre akkor, hogyha az állam partner az ilyesfajta együttműködésekben, az pontosan az mutatja, hogy talán önök is tudják, sőt biztosan tudják, hogy idén január 1-től a TAU támogatási rendszert egy másik kulturális többletfinanszírozási rendszer váltotta föl, amelynek az egyik specifikuma, hogy nem csak úgy általában ad támogatást a kulturális intézményeknek, előadott művészeti intézményeknek, hanem merte azt vállalni, amit hát az elmúlt 30 évben kevésbé mertek a kulturális támogatások területén, hogy nem csupán formai követelmények alapján adja a támogatásokat, hanem tartalmi, tematikus pályázatokat ír ki. Azt láthatjuk, hogy minden téren, amit tematikusan meghirdettünk, hogy milyen típusú programokra, akár előadásokra, akár plusz funkciókra ad a kormány a TAO többlettámogatásnak megfelelő költségvetési összegből támogatást, minden téren többletpályázatok jöttek, többletforrásigényre nyújtottak be kérelmeket, tehát sikeres volt ez a rendszer, amely nem csak formai kritériumok alapján, hanem tematikusan, tartalmilag is osztott ezeket a forrásokat. Kettőt engedjenek meg, hogy ebből a 26 tematikából itt most idézzek, pontosan azért, mert egy Kárpát-medencei kitekintésű népfőiskolának ez fontos. Az egyik ilyen volt a közös gyökereink határon túl előadóművészeti program. Erre már 182 millió forint értékben pályáztak, ez messze több már, mint a keret, amit eredetileg meghirdetett a pályázati felhívás. A másik pedig az Anyaország Előadóművészeti Élmény, a Szórvány Magyarországban című program, tehát az egyik egy határon túli magyar társulatokat támogató program, a másik pedig magyar társulatoknak a Szórványban való megjelenését támogató program. Ez utóbbit is messze túlpályáztak, 174 millió forint értékben. Illetve ha az egészet nézem, ha az összes pályázati felhívást nézem, azt látható, hogy akár egy hónap alatt, ha az elmúlt egy hónapot nézem, 26%-os növekedés van, tehát egy negyed évvel nőtt egy hónap alatt a benyújtott pályázatoknak az értéke. Tehát igenis, ha van egy lehetőség, amely a nemzeti kultúra tematikus erősítésére, a keresztény kultúrára épített előadásoknak a tematikus erősítésére íródik ki, akkor erre igenis van válasz, van reflexió, sokan élnek ezzel a lehetőséggel, hogy most végre 2019-ben ez a lehetőség megnyílott. Érdemes volt tehát ennek a kultúrának, ennek a szemléletnek is az erősítése, hiszen ezzel a magyar kultúra sokkal inkább színesebb lett, szélesebb körül lett, illetőleg a belső arányok is azok ebbe az irányba, akár a családbarát irányba, a nemzeti kultúra irányába arányosíthatóak voltak, szemben egy liberálisabb dominanciával. És látható, hogyha van lehetőség, akkor azzal szívesen élnek. Szerintem ez mindjárt számára fontos tanúság. És engedjék meg, hogy ezután rátérjek arra, ami a címben is olvasható, hogy nemzeti kultúra vagy globális fogyasztói kultúra. Ugye itt, ha a népfőiskolát is nézem, vagy a mi keresztény demokráciára alapuló államszemléletünket is nézem, vagy emberképünket is nézem, akkor nagyon fontos különbségek láthatók. Például abban, hogy kinek-kinek az identitása, az egyénisége, az, hogy ő magyar, az, hogy ő keresztény, az, hogy ő férfi, az, hogy ő kápolnásnyéki, az tulajdonképpen közösséget teremtő, vagy diszkriminációra okot adó indoke. Azok, akik inkább ezt a globális fogyasztói kultúrát követik, azok minden embert, minden identitás elemétől meg akarnak szabadítani, meg akarnak csonkítani, inkább talán így is mondhatjuk. Mert míg mi azt látjuk az egyes tulajdonságainkban, identitásunkban, az kereszténynek, magyarnak, kápolnásnyékének és a többi valljuk munkat, vagy a családunk tagjának valljuk munkat, mi azt látjuk ebben, hogy ez összeköt egy-egy olyan tulajdonság, ami közösséget teremt, ezzel szemben, akik ezzel szembeni ideológiát képviselnek, azt mondják, ezek mind-mind
megkülönböztetésre, diszkriminációra okotató indokok. És akkor ennek nyomán valakit megkülönböztetnek, hogy ő nem keresztény, ő nem magyar, ő nem kápolnásnéki, és ezzel hátrányban fog részesülni. Éppen ezért, hogy a hátrány veszélyét is kiiktassák az ő elgondolásuk szerint, igyekeznek minden ilyen tulajdonságot, mind a hivatalos nyilvántartásokban, mind a közbeszédben, mind bármilyen egyéb helyen megszüntetni, eltörölni, kiirtani, sőt, akár tiltani is. Ez egy óriási különbség. Márpedig népfőiskola, közösségi művelés közös tulajdonságok nélkül nem létezhet. És ennek a folyamatnak, ami a globális fogyasztói kultúrában valósul meg, ennek az egyik szomorú következménye az, ami nagyon jellemző, és az elmagányosodás. Mert ha már nem köthet össze a hit, ha már nem köt össze a család, mert mint az izmusok is a 20. században, ugye a globalizáció is a 21. században arra ösztönöz, hogy akár fordulj szembe a szüleiddel is. Hát a kommunisták meg a nácik arra biztatták a gyerekeket, hogy jelentsék fel a szüleiket. Akár, hogyha nem eléggé jó, nem tudom, nemzeti szocialisták, meg nem eléggé jó kommunisták. Most is sokkal inkább erre az ellentétre sokszor játszanak, a generációs ellentétre, ahelyett, hogy a generációk együttműködését erősítenék, mert nyilván a hagyományokkal való szakítás a globális fogyasztói kultúrában egy fontos célkitűzésük. Nos, ez vezet a liberalizmusból pár lépésen keresztül az elmagányosodáshoz, hogy egyedül érzi magát, nincs kivel megosztani az életét, nincs kivel megosztani a gondolatait. Ugyanis a liberalizmus kínál pótszert a természetes közösségeinkre, a nemzetre, a keresztény közösségre, a családra, és ez a fogyasztói kultúra, amelyben a közösséget azt teremti meg, hogy én milyen terméket vásárolok, vagy milyen szolgáltatást vásárolok. Akinek ugyanolyan márkájú sportcipője van, aki hasonló órát hord, milyen kocsija van, hova jár szórakozni, milyen típusú ételt eszik. Tehát ami pénzért megvásárolható, az teremt kultúrát. A Facebookon azoknak alakul ki valamilyen közössége. Most ugye ideig a Facebook, aztán biztos lesz valami más 5 év múlva, amiről még, mint hogy a Facebookról se tudtunk 10 évvel ezelőtt. Tehát nem a velünk született tulajdonságok teremtenek az ő szemükben közösséget, hanem az általunk megvásárolt fogyasztási cikkek. Ami azon ember számára, akinek nincs elég pénze, azt jelenti, hogy sose lehet boldog abban a kultúrában, hiszen nem tud eleget vásárolni. Míg az, aki beleszületik a családjába, a nemzetébe, az egyházi közösségbe, az nyilván lehet boldog, hiszen ezekbe beleszületett. Ha ezt amit tulajdonságként kapott, ezt meg tudja élni örömforrásként, akkor ez megkíméri őt az elmagányosodástól, és egyúttal az életében boldogságot és teljességet is tud okozni. Míg akinek nincs pénze, az a fogyasztói kultúrában nem tud elég boldog lenni, sőt, sose tud elég boldog lenni, mert mindig van még egy reklám, hogy még azt is megvenni, és még tovább fogyasztani. Az egy kielégíthetetlen vágy, amit a fogyasztói kultúra képvisel. Ezért rendkívül veszélyes a liberális és fogyasztói kultúra, mert láthatjuk magunk körül is, hogy teszi az embereket magányossá, hogy az okostelefon is a zsebünkben mindenkivel megteremti a kapcsolattartási lehetőséget, csak éppen az idő az attól von el, hogy fizikailag is valakivel az ember együtt lenne, és fizikailag is megélje az együttlétet, míg egy népfőiskolai kurzus, vagy a kurzuson résztvevők által szervezett események, hát azt az élményt adják, hogy tényleg húsvéremberként találkozzanak. Ezért fontos ezeknek az összekötő kapcsoknak a megerősítése, és amivel kezdtem, a TAO támogatások helyre lépő kulturális többletfinanszírozás pontosan ezeket az összekötő kapcsokat tudja tematikusan megerősíteni. És segít az embereknek abban, hogy jobban megéljék az életüket, és ezáltal teljesebb legyen az, amit teljesebb legyen az életük, mert a kultúrának több részéből többet tudnak meríteni. Úgyhogy mi biztatunk mindenkit arra, hogy tényleg önmaga lehet, és ez vezet a teljesebb élet felé. Ezzel a gyökereket tagadó szemlélettel, amit úgy is hívhatnánk, hogy mint egy köldök nélküli embereket próbálnak kigondolni, hogy nem köt semmilyen köldökzsinór sem a szüleimhez, sem a nemzetemhez, sem a vallási közösségem, sem a lakóhelyemhez, semmi máshoz. Nos, ez a köldök nélküliségnek fontos zászlóshajója volt, vagy ideológiai bunkósbotja volt az elmúlt 30 évben a világnézeti semlegességnek az erőltetése. Hogy várjuk el egy tanártól, hogy világnézetileg semleges legyen? Egy tanárnak is van egy világképe, ami alapján a gyereket arra neveli, hogy legyen szorgalmas, legyen becsületes, figyeljen a másikra, nem csak jogai vannak, hanem kötelezettségei is vannak.
egy tanár nyilván csak így tud nevelni diákokat. A világnézeti semlegesség valójában a természetes és hagyományos értékeinknek a tagadásának volt egy politikai korrektebb megfogalmazása, amivel a keresztény világnézet felvállalását akarták megnehezíteni, vagy el lehetetleníteni sokak számára. Nem lehet sem a kultúra világnézetek semleges, sem az állam nem lehet világnézetek semleges, sem az oktatás nem lehet világnézetek semleges. Ez nem azt jelenti, hogy bárkit hátrányban részesít. Természetesen mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja, nyilván amíg ezzel másokat nem sért. A konferencián a szakemberek a legkomplexebb iskolarendszeren kívüli művészeti képzést, a magyar nemzeti identitást erősítő tematikus népfőiskola működtetését tűzték ki célul. Ez a népfőiskolai mozgalom, amelyhez mi is csatlakozunk, és úgy gondoltuk, hogy egy rendkívül komplex, ugyanakkor tematikáját tekintve egy irányba fokuszáló intézményt hozzunk létre, a Kárpát-medencei Művészeti Tematikus Népfőiskolát, amely immár egy éve önálló intézményként is működik, a bíróságon bejegyezve, és amelynek elnökasszonya, ami kastélyunknak az igazgatóasszonya lett, Rolics Eszter, tehát nem véletlenül az elmúlt években elvégzett fontos kulturális tevékenysége alapján gondoltuk azt, hogy őt kérjük föl erre a vezetői szerepre. Ez a népfőiskola a kormány támogatásával nagyon komoly beruházásokat fog tudni megkezdeni, hiszen anyagi támogatást kaptunk ahhoz, hogy itt a környékben bizonyos ingatlanokat is meg tudjunk vásárolni, és egy fejlesztést indítsunk el, amelyről majd igazgatóasszony az előadásában fog beszélni. Minden esetre egy olyan intézményt szeretnénk létrehozni, sőt, fogunk létrehozni, amely egyébként sok minden más mellett, oktatási tevékenysége mellett egyfajta művésztelepként is fog működni az itteni művészek és a Kárpát-medencei művészek örömére is, őket is segítve és szolgálva. Látom, hogy van itt olyan kiváló Munkácsy Díjas képzőművész, aki már nagyon régóta végez első vonalbeli művészeti és szervezői tevékenységet, és rögtön felemeli a fejét, mert nyilván van az a kérdés számára, hogy vajon az a szimpózium is helyet fog-e tudni kapni, amit a Velencei tópartján régóta működtet, hát természetesen helyet fog kapni, hiszen ez a bázis a mi reményünk szerint azzal együtt, hogy országos, sőt Kárpát-medencei kitekintésű lesz, és ráadásul egy nagyon fontos szövetségre lépett a Területi Művelési Intézmény hálózattal, és 19 a TEMI égész alá tartozó fontos kultúrás intézménynek lesz a gesztora az elkövetkezendő időszakban, ez szintén a minisztérium támogatásával és költségvetési finanszírozásával. A lényeg az, hogy a Kárpát-medencei kitekintésen túl azt a szellemi erőt, amely itt Székesfehérvár és a Velencei-tó térségében elérhető, azt mi mindenképpen alapbázisként kívánjuk használni. Gondolok itt arra, hogy a Velencei-tónál rendkívül sok kiváló művész él, és van itt nyaralójuk. Képzőművészek, ugye Péter Ágnes, akire az előbb utaltam, kiváló Munkácsy Díjas szobrászművész, vagy Szegedi Csaba, szintén kiváló képzőművész barátunk, aztán zenészek, énekesek, Miklós Erika már mondta, hiszen ide költözött, hála Istennek, Velencére, hogy ő majd mesterkurzusokat fog itt tartani, és még sorolhatnánk, hogy ki mindenki az, akit ehhez az intézményhez az elmúlt években már sikerült ide láncolnunk, szinte ide kötnünk. A konferencián elhangzott, hogy a kulturális örökség megőrzése érdekében az egyik legfontosabb cél, hogy a művészeti projektek támogatása és a művészetoktatás szervezése kerüljön a középpontba, mind Magyarország területén, mind a Kárpát-medencében. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, köszönöm megtisztelő figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra!